Sziasztok! Ez itt a Logikó videós részülőknek. Perger Katalin, tanítófejlesztő pedagógus vagyok. Már beszéltem arról, mennyire fontos, hogy gyermeketek a saját tempójában, sietetés, sürgetés nélkül tudjon fejlődni. Az iskolába lépéshez szükséges részképességek fejlődését is türelemmel meg kell várni. Ez sok közös játékkal, beszélgetéssel, sok szabad mozgással tudjátok támogatni. Az iskola érettségig eljutni egy hosszú fejlődési folyamat eredménye. A szülők sokszor nem is tudják megállapítani, hogy iskola érett a gyermekük. Az óvodában, a nagy csoportban tudatosan készítik fel a gyermekeket a sikeres iskola kezdésre. És ott tudják megállapítani, hogy a gyermek iskola érette. De mit is jelent ez? Egyrészt testi, fizikai fejlettséget. A gyerekek ebben a korban már erősebbek, ügyesebbek, koordináltabb, ügyesebb mozgásokra képesek. Másrészt a gondolkodás fejlettségét. Bizonyos tárgyakat különböző szempontok szerint tudnak már ekkor csoportosítani, színük, formájuk, nagyságuk szerint. Fontos, hogy az iskolában legalább 15-20 percig tudjanak figyelni egy tanórán. Fontos a szociális érettség is, hogy legyen türelmük és önfegyelmük a közös játékhoz, feladatmegoldáshoz. Hogy el tudják viselni az esetleges kudarcokat, vereségeket. Az iskola kezdés nagy változást hoz az egész család életében. Erre a változásra közösen kell felkészülnötök, melyben nagy szerepe van a játéknak. Az iskolában a fő tevékenység a tanulás lesz. Egyre inkább átveszi a főszerepet. Ugyanakkor a kötetlen tevékenységek mellett érdemes olyan játékot választani, amelyek fejlesztik a koncentrációt, a logikai gondolkodást, az iskolához nélkülözhetetlen részképességek fejlődését. Ezért szívesen a figyelmetekbe ajánlom a Logikó iskola előkészítő csomagjait, amivel a gyerekek nagyon szeretnek játszani. Nézzétek meg a Logikó videósuli többi részét is, melyekből megtudhatjátok, miért fontos a beszéd, a téri tájékozódás és a finom motorika fejlődése.